Pénteken ismét megnyitott a kapuit a látogatók előtt a Széphőzi RT királysori épülete az erőművek éjszakája keretében. Az esemény során a látogatók megismerkedhettek a telephely több mint 100 éves ipartörténetével, ahol az 1900-as évek elején kezdődött a villamosenergia termelés. Az évek során a telephelyen a hőtermelés vált dominánssá, és ma már elsősorban tartaléküzemként működik, de a téli időszakban is bekapcsolják. A programot a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége szervezte az Energiahivatal együttműködésével. Az esemény keretében egyedi ipartörténeti túrát szerveztek, amelyen a látogatók egy gőzturbina és egy kitisztított olajtartály belsejét is megnézhették. Idén a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége általános és középiskolások számára rajz- és tartalomkészítési pályázatot is hirdetett, amelyet a legtöbb pályaművel a Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola nyert meg. A program országosan 60 különböző létesítményt érint, köztük szennyvíztisztítókat, víztornyokat és hulladékhasznosítókat, és közel 7000 érdeklődőt vonzott. Alapvetően magát a távhőszolgáltatás napját azért indítottuk, mert azt gondoltuk, hogy megpróbálnak megismertetni az embereket azzal, hogy egyszerűen fogalmazva, hogyan kerül a meleg víz a radiátorba, hogyan lesz meleg az otthonunk, hogyan jut el a fűtőművekből, fűtőerőművekből, távhővezetékhálózaton keresztül a meleg víz az otthonokba. És ennek a misztikumát bemutassuk. A Matolcsi Miklós Kulturális Egyesület ebben az esztendőben is megrendezte az immáron 12. Pál István Fesztivált, amelynek idén is az Öreghegyi Közösségi Ház ad otthont. Pál István amatőr színház csinálóként indult pályáján, a 70-es-80-as évek egyik meghatározó avantgárd színházi rendezője lett, 1980-ban pedig Jászai Mari díjat tüntették ki. A róla elnevezett kétnapos országos amatőr színjátszó találkozó célja, hogy bemutatkozási és megmérettetési lehetőséget biztosítson a nem hivatásos színjátszó csoportoknak. Az idei évben érkezett talán a legtöbb jelentkezés a fesztiválba, úgyhogy azt gondolom, hogy most már országos szinten is ismert és talán elismert fesztiválán nőtte ki magát. Úgyhogy gyakorlatilag idén 23 darab nevezett összesen a fesztiválban, amiből 13-at tudtunk beválogatni. Remélhetőleg megfelelő minőségben ahhoz, hogy ezt a nevet büszkén viselhessük, amit viselünk. A Vörös Marti Társaság dísztermében ismerhették meg az olvasók, a középiskolás és egyetemista diákírókat összefogó ifjúsági csoport, a Vörös Marti Kuckó tagjainak Tétova értelem címmel megjelent antológiáját, amelyben 19 fiatal verse és prózája jelent meg. A társaság alelnöke, P. Maklári Éva és Bokros Judit a csoport vezetője, a kötet szerkesztője és örömének adott hangot, hogy a vers és prózaíró fiatalok szárny próbálgatásai az antológiában megjelent művek hiteles visszacsatolásai az együtt töltött időszaknak. Sebők Melinda a társaság elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, megerősítést hordoz, hogy a felgyorsult digitális világban is mintát nyújtanak kortársaiknak. Nagyon nagy öröm a Vörös Marti Társaság számára, hogy megjelenhetett a Tétova értelem című antológia Bokros Judit szerkesztésében és válogatásában a Vörös Marti Kuckó diákjainak verseivel és prózáival. Ezeknek a szárpróbálgató szerzőknek a hangja még néha bizonytalan, mégis örülni kell a diákok vers és próza kísérleteinek, hiszen vannak benne nagyon érett egyéni alkotások is. Kifejezetten sok szép metaforát találunk, ötletes rímjátékokat és stilárisan igényes lirai és prózai kísérleteket is. Nagy volt az érdeklődés már szombat délelőtt a Kézművesek házában. Nem is csoda, hiszen a Fehérvári Kézművesek Egyesülete különleges fazekasz szakmai napot tartott, melynek témája máz felett, máz alatt, ecsettel, írókával festett kerámiák volt. A program változatos előadásokkal és bemutatókkal várta a résztvevőket, akik így részletes betekintést nyerhettek az ón- és ólommázas kerámiák készítésének világába. Az esemény során a kerámia készítés történetét is végigkövethették. Babilontól egészen napjainkig, külön hangsúlyt fektetve a Kárpát-medence hagyományaira. A nap folyamán gyakorlati bemutatók tették még élményszerűbbé a programot, ahol a résztvevők közvetlenül is kipróbálhatták a kerámia festés különféle technikáit. A rendezvény szakmai vezetője Csuporni Angyal Zsuzsanna elmondta, az ország több pontjáról is érkeztek résztvevők. Ez egy speciális kerámikus fazekas program, és olyan sokoldalú és olyan érdekes megközelítést próbáltam programnak fölkínálni. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen messziről és ilyen lelkesen jönnek
nagyon már mondhatom, hogy jöttek a visszajelzések, hogy megérte. Nagyon jó volt, nagyon sok információt kaptam.